Humán meteorológiai jó tanácsokkal folytatjuk. Vendégünk Ivádi Anett humán meteorológus, a Meteo Klinika munkatársa. Üdvözlöm! Üdvözlöm, köszöntöm a kedves nézőket is! Az elmúlt két alkalommal mindig arról kellett beszélgetnünk, hogy nagyon változékony az időjárás. Most az utóbbi héten inkább azt tapasztaltuk, hogy volt egy kicsit hosszabb ideig meleg, aztán hideg. Mennyire marad ez a változékonyság? Nyilván anélkül, hogy hosszabb időre jósolnánk, mennyire kell számítanunk arra, hogy hidegebb vagy melegebb lesz a közeljövőben? A változékonyság az továbbra is megmarad, de teljesen más jellegű lesz, mint amit most az elmúlt egy-két hétben tapasztalhattunk. Az átvonult erős hidegfront az egy nagyon markáns lehűlést hozott ahhoz képest, ami eddig megvolt. Ugyan így is most az átlag alá estek vissza a hőmérsékletek, de nem olyan sokkal, mint ahogy mi azt most elképzeljük, mert ezelőtt volt jó pár fokkal az átlag fölött a hőmérséklet. Tehát megmarad az, hogy nagyon változékony lesz, sőt szelesebb is az idő, de ez már, mint ahogy említettem, ez inkább a kellemetlenebbik fajtából való. Ez a lehűlés, illetve az, hogy szeles lesz az idő, az milyen hatással lehet az emberi szervezetre? Amiatt, hogy most tartósan jó idő volt, tartósan meleg volt, szinte már koranyárias idő volt, ez eléggé hozzászokott a szervezetünk, még akkor is, hogyha egy páran azért megérezték, és sokszor fájt a fejük, és fáradékonyabbak voltak. Most ez a markáns változás, ez ugyancsak megterhelő az emberi szervezet számára, főleg úgy, hogy mint ahogy említettem, azért aki nem volt frontérzékeny, vagy aki nem frontérzékeny, az nem tapasztalt különösebb gondokat. Mivel most egy ilyen erős hidegfront hozta meg a változást, így azért már ez jobban kimeríti a szervezetet, és az immunrendszert is gyengíti. Ugye a hideg az egy, hát keresztül húzta azokat a számításokat, hogy most már kimehetünk a strandra, hiszen május 1-én szoktak kinyitni a strandok, de azért a szabad levegőre vágyik az ember. Az UV-sugárzás tekintetében mennyire érdemes, vagy mennyire lehet ilyenkor kimenni, kirándulni, kertbe, és a többi? A magas, augusztusinak megfelelő napállás az még tovább, vagy továbbra is megmarad, azonban amíg eddig ilyen párás füllet volt az idő, így is erős UV-sugárzást tapasztalattunk, de gyakran jöttek-mentek a felhők, így aki nem tartózkodott húzamosabb ideig a szabadban, az nem igazán tapasztalt leégést. Most viszont a hidegfront mögött a tisztább levegőben, amikor tartós napsütés várható, akkor akár a nagyon erős fokozat is elérheti már az UV-sugárzás, és bizony, mivel még nem vagyunk hozzászokva ehhez a napozáshoz, úgy, mint mondjuk a nyár végén, így még azok is sokkal könnyebben és sokkal rövidebb idő alatt leéghetnek, akik egyébként nem szoktak. Tehát nagyon oda kell figyelni arra, hogy megfelelően védjük a bőrünket a káros UV-sugarak ellen, tehát, mint mondtam, azoknak is, akik nem kifejezetten érzékenyek, a nagyon fehér bőrű érzékeny emberek számára pedig még jobban ajánlott az, hogy ne vegyék könnyelműen ezeket az intelmeket. Gyerekekkel ugye az ember, ahogy lehet, azonnal kimegy a szabad levegőre, rájuk mennyire kell vigyázni a mostani napon? Az UV-sugárzás a gyerekeket is természetesen éri, és az ő bőrük még sokszor érzékenyebb, mint felnőtt korban. Ők pedig ráadásul hajlamosak arra, hogy hát ugye nem foglalkoznak ezzel. Így mindig a felnőtteknek, a szülőknek kell gondoskodni arról, hogy a szabad bőrfelületük az legyen valamennyire védve. Nem csak a kar fontos, vagy a hát, ahogyha jól nekivetkőzünk, hanem az arc is nagyon könnyen lepirulhat, illetve az embernek a nyaka is. Ha pedig valaki kifejezetten napozik, akkor persze természetesen mindenhol be kell kennie magát magas faktorszámú fényvédőszerrel. Az elmúlt alkalommal már elkezdtünk ugye a kullancsokról beszélgetni, hogy ez a másik nagyon fontos téma a nyáron. A kullancsokat nem befolyásolja, hogy milyen időjárás van, már a szaporodásukat és az elterjedésüket. Hát a napi változékonyság, a napi pillanatnyi időjárás az nem befolyásolja úgy, mint mondjuk a polleneket vagy a légszennyezettséget, azonban a tartós jó idő miatt jóval korábban és jóval nagyobb számban jelentek meg itt hazánkban a kullancsok.
ők is már, mint az egész természet, egy jó pár héttel előrébb vannak. Így tehát fokozottan kell ügyelni arra, főleg a kirándulások alkalmával, hogy hát ugye azt azért nem lehet mondani, hát azért kirándulás a kirándulás, hogy elmenjünk az erdőbe vagy a természetbe, de amint hazaértünk, nagyon alaposan át kell nézni magunkat, hogy még véletlenül se maradhasson bennünk kullancs. Megelőzni, meg tudjuk a kullancsípést, akár patikai szerekkel, akár valamilyen házi praktikával. Lehet kapni a gyógyszertárakban kullancsriasztó szereket, ezek jól szoktak működni, tehát aki azt tervezi, hogy esetleg egy ilyen erdei kirándulást tesz, annak mindenképpen ajánlott beszereznie egy ilyet. Még egyszer megkérdezem, bár az utóbbi alkalommal is beszélgettünk erről, hogy ugye a kullancsoknak az elterjedése már nem csak az erdőben feltételezhető, hanem ugye a közelebbi környezetünkben is. Igen, természetesen, főleg itt a kertvárosi részben, ahol nagyon sok a zöldövezet, a kullancsok se ismerik a város jelző táblát, tehát ahol zöld és saját élőhelyükhöz hasonló környezetet találnak, ott nagyon szívesen megtelepszenek, és ezért főleg a parkok környékén, illetve hát az ilyen elhanyagoltabb külső részek környékén, a gazosabb részek, cserjésebb részek környékén is szintén nagyon oda kell figyelni arra, hogy nehogy egy kullancs megcsípjen minket. Aki már a kutyában talált kullancsot, ugye az már joggal tarthat attól, hogy a környéken sok van belőle. És még egy fontos téma, amiről már ugye tavasszal, nyáron mindig beszélnünk kell, hogy ez a pollen helyzet. Ha most már elég régóta mondjuk, hogy különböző mennyiségben és különböző pollenek vannak a levegőben, most, hogy lehűlt a levegő és egy kicsit megváltozott megint minden, most hogy állunk ezzel? A hidegfront előtt már erős és magas koncentrációban voltak jelen a különböző ilyenkor szokásos pollenek, már megjelent nagyobb mennyiségben, tehát tüneteket okozó mennyiségben a pázsitfűfélék pollenje is. A pázsitfűfélékre viszonylag sok ember allergiás, és erős tüneteket is okozhat az arra érzékenyek körében, viszont a hidegfront mögött egy ilyen jótékony hatásként kitisztult a levegő, és ez a lehűlés, ez valamennyire visszafogja a növényeknek a virágpor termelését. Tehát az allergiások azok, hát ha átmenetileg is, de javulást tapasztalatnak, viszont egy-egy naposabb és melegebb délutánon ugrásszerűen, tehát hirtelen ismét megemelkedhet a légköri pollen koncentráció. Hát akkor most megint nem tudjuk, hogy melyiknek drukkoljunk, a melegnek vagy a hidegnek. Reméljük, hogy mindenkinek a kedve szerint alakul majd az időjárás, és köszönöm, hogy beszélgettünk. Én is köszönöm.